Eddard. Könyörgök, Robert, kérlelte Ned. Gondold meg, mit beszélsz. Egy gyermeket akarsz megöletni. A lotyó terhes! A királyökle olyan hangosan sújtott le a tanácskozó asztalra, mint a mennydörgés. Figyelmeztettelek, hogy ez fog történni, Ned? Ott a sírhalmok között figyelmeztettelek, de te nem akartad meghallani. Most hallani fogod. Azt akarom, hogy meghalljanak az anya és a gyerek is azzal a bolond Viserysszel együtt. Ez elég világos neked? Azt akarom, hogy meghalljanak! A többi tanácstag igyekezett úgy tenni, mintha valahol máshol lenne. Semmi kétség, ők bölcsebbek voltak nála. Eddard Stark ritkán érezte magát ilyen egyedül. Ha megteszed, örökre bemocskolod magad. Akkor szálljon a fejemre, csak legyen meg! Nem vagyok annyira vak, hogy ne vegyem észre a bárd árnyékát, amely a fejem felett lóg. Nincs semmiféle bárd, mondta Ned a királyának. Csak egy árnyék árnyéka, 20 évvel ezelőttről, ha egyáltalán létezik. Ha? Kérdezte Varys halkan, púderes kezeit tördelve. Uram, meghazudtolsz engem. Hát tárnék én hazugságukat a király és a tanács elé? Ned hidegen bámult az eunuchra. Elénk tárod egy áruló suttogásait a világ másik végéről. Lehet, hogy Mormont téved. Az is lehet, hogy hazudik. Ser Jorán nem merne becsapni engem, felelte Varys ravasz mosollyal. Ezt biztosra veheted, uram. A hercegnő gyermeket vár. Mondod te, ha tévedsz, nincs mitől tartanunk. Ha a lánynak nem sikerül kihordania, nincs mitől tartanunk. Ha leánya születik fiú helyett, nincs mitől tartanunk. Ha a csecsemő nem marad életben, nincs mitől tartanunk. És ha fiú lesz? És ha életben marad? A keskeny tenger akkor is ott lesz közöttünk. Akkor fogok félni a dotrakiktól, ha megtanítják a lovaikat vizen vágtatni. A király ivott egy korty bort, és dühösen Nedre merett az asztal fölött. Azt tanácsolod tehát, hogy ne tegyek semmit, míg a sárkányivadék fel nem bukkan a seregeivel a partjaimon. Ez a sárkányivadék az anyja hasában van, felelte Ned. Még maga Egon sem kezdett el hódítani, míg abba nem hagyta a szopást. Istenek! Olyan makacs vagy, mint egy böllény, Stark! A király körülnézett a tanácsteremben. És a többiek? Elhagyták valahol a nyelvüket? Senki sem győzi meg ezt a fagyott képű bolondot? Varys arcán hízelgő mosoly jelent meg, és puha kezét Ned karjára tette. Megértem az aggájaidat, Lord Eddard. Igazán? Nem okozott nagy örömöt számomra, hogy a tanács elé kellett tárnom ezt a kellemetlen hírt. Rettenetes választás előtt állunk. Gonosz választás előtt. Mi azonban, akik uralkodunk, kénytelenek vagyunk gonosz dolgokat tenni a birodalom javáért, bármennyire is fájjon nekünk. Lord Renly vállat vont. A dolog egyszerűnek tűnik a számomra. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna öletnünk Viserys-t meg a húgát, de felséges bátyám elkövette azt a hibát, hogy John Arryn-ra hallgatott. Az irgalom sosem hiba, Lord Renly, vágott vissza Ned. A három folyónál Ser Barristan tucatnyi jó emberünket vágta le, Robert is az én barátaimat. Amikor súlyos sebesülten, szinte haldokolva elénk hozták, Roose Bolton azt követelte, hogy vágjuk el a torkát. A bátyád azonban így szólt. Nem fogok megöletni egy embert a hűsége miatt, sem pedig azért, mert jól harcolt. És a saját mesterét küldte el Ser Barristanhoz, hogy gondoskodjon a sebeiről. Hosszú, fagyos pillantást vetett a királyra. Bárcsak itt lenne most az az ember. Robertben volt annyi szégyenérzet, hogy elvörösödjön. Az nem ugyanaz volt, tiltakozott. Ser Barristan a királyi testőrség lovagja volt. Daenerys pedig egy 14 éves lány. Ned tudta, hogy jóval túllépte a bölcsesség határát, de képtelen volt csendben maradni. Robert, kérdezem tőled, miért keltünk fel a Targaryenek ellen, ha nem azért, hogy véget vessünk a gyermekgyilkosságoknak? Hogy véget vessünk a Targaryeneknek! Mordult fel a király.
felség! Sosem féltél Regártól! Ned küszködött, hogy távol tartsa a hangjától a megvetést. Annyira elpuhítottak volna az évek, hogy reszketni kezdesz egy még meg nem született gyermek árnyékától. Robert arca lilára vált. Elég, Ned! Figyelmeztetően rászegezte az ujját. Egy szót se többet. Elfelejtetted talán ki itt a király? Nem, felség, válaszolta Ned. És te? Elég! Mennydörögte a király. Felfordul a gyomrom a szócsépléstől. Megteszem, vagy legyek átkozott. Mit mondtok? Meg kell ölnünk, jelentette ki Lord Renly. Nincs más választásunk, dörmögte Varys. Szomorú, szomorú. Sir Barristan Selmy felemelte halványfényű tekintetét az asztalról, és így szólt. Felség, van becsület abban, ha szembeszállunk az ellenséggel a csatatéren. Abban azonban szemernyi sincsen, ha az anyja méhében öljük meg. Bocsáss meg, de Lord Eddard mellé kell állnom. Viszel nagymester megköszörülte a torkát. Úgy tűnt, mintha ez az eljárás perceket venne igénybe. Az én rendem a birodalmat szolgálja, nem az uralkodót. Valaha épp olyan hűséggel segítettem Iris királyt, mint amilyen hűséggel most Robert királyt segítem. Így nincs szándékom ártani a leány gyermekének. Mégis ezt kell kérdeznem tőletek. Ha újra háború tör ki, hány katona fog meghalni? Hány város lesz a tűz martaléka? Hány gyermeket szakítanak majd el az anyjától, hogy egy láncsa hegyén végezzék? Végtelenül szomorúan, végtelenül fáradtan simított végig pazar fehér szakállán. Nem okosabb, sőt, nem kedvesebb-e, ha Daenerys Targaryen meghal most, hogy tízezrek élhessenek? Kedvesebb, mondta Varys. Jól beszéltél, és igazat szóltál, nagymester. Így van. Ha az istenek szeszélyességükben netán fiút adnak Daenerys Targaryennek, a királyság lángba borul. Kisúj volt az utolsó. Amikor Ned feléje pillantott, Lord Petyr éppen elnyomott egy ásítást. Amikor ágyban találod magad egy csúnya asszonnyal, a legjobb, amit tehetsz, hogy behunyod a szemed, és túlesel rajta, jelentette ki. A várakozástól nem lesz szebb a leányzó. Csókold meg, és felejtsd el. Csókold meg, ismételte Sir Barristan döbbenten. Acélcsókkal, mondta kisúj. Robert a segítője felé fordult. Nos, íme, Ned. Te és Selmy egyedül maradtatok ebben az ügyben. Egyetlen kérdés maradt csak. Kit találunk, aki megöli? Mormont királyi bocsánatra sóvárog, emlékeztette őket Lord Renly. Kétségbe esetten, felelte Varys. Az élet után azonban még jobban sóvárog. Mostanra a hercegnő Vezdotrák közelébe ért, ahol halált jelent, ha valaki kardot ránt. Ha elmesélném nektek, mit műveltek a dotrákik azzal a szerencsétlennel, aki egyszer megtette ezt egy Khaleesi ellen, egyikőtök sem aludna ma éjjel. Végig simította púderezett arcát. Nos, a méreg, mondjuk, Lys könnyei. Khal Drogónak sohasem kell megtudnia, hogy a feleségét nem természetes halál érte. Piszel nagymester álmos szemei felpattantak. Gyanakodva sandított az eunuchra. A méreg a gyávák fegyvere, tiltakozott a király. Ned eleget hallott. Bérgyilkosokat küldtök, hogy végezzenek egy 14 éves lánnyal, és közben a becsület miatt aggódtok. Hátra lökte a székét, és felállt. Tedd meg magad, Robert! Annak kell megsuhintani a kardot, aki az ítéletet hozta. Nézz a szemébe, mielőtt végzel vele.
lásd a könnyeit, halld az utolsó szavait. Ennyivel tartozol neki. Az istenekre! Szitkozódott Robert. A szó úgy robbant ki belőle, mintha képtelen lenne uralkodni a haragján. Te tényleg komolyan gondolod, a fene vigyen el! A könyökénél lévő boros kancsó után nyúlt, de az üres volt. Dühösen hozzávágta a falhoz. Az edény apró darabokra tört. Elfogyott a borom, és elfogyott a türelmem! Elég ebből, csak tegyétek meg! Én nem veszek részt gyilkosságban, Robert. Tegyél, amit akarsz, de ne kérj, hogy a pecsétemet adjam hozzá. Egy pillanatig Robert nem értette, mit mondott Ned. Az engedetlenség keserű poharát nem gyakran kényszerült kiüríteni. Ahogy felfogta, arckifejezése lassan megváltozott. A szeme összeszűkült, és a bársony gallér mellett mély pír kúszott fel a nyakán. Dühösen szegezte az ujját Nedre. Te vagy a király segítője, Lord Stark! Azt csinálod, amit parancsolok neked, vagy ha nem, majd találok magamnak olyan segítőt, aki megteszi! Sok sikert kívánok neki! Ned kioldotta a súlyos csatot, amely összefogta köpenyeredőit, és díszes kezet mintázott. Ez volt hivatalának jelvénye. Letette az asztalra a király elé, és szomorúan gondolt arra az emberre, aki feltűzte neki, a barátra, akit valaha szeretett. Jobb embernek gondoltalak ennél, Robert. Azt hittem, nemes királyt választottunk. Robert arca bíborvörös volt. Kifelé! Károgta, fuldokolva a haragtól. Kifelé, a fene essen beléd, végeztem veled! Mire vársz? Menj, fuss vissza deresbe! Tegyél róla, hogy soha többé ne lássam a képedet, mert különben esküszöm, karóra tüzetem a fejed! Ned meghajolt, és szó nélkül sarkon fordult. A hátán érezte Robert tekintetét. Ahogy kiviharzott a tanácsteremből, a megbeszélés folytatódott, mintha mi sem történt volna. Bravoson van egy társaság, amit úgy hívnak az arc nélküli emberek, indítványozta Piszel nagymester. Van fogalmad róla, milyen drágák? Panaszkodott Kisúj. Egy kereskedő megölésének áráért egy egész hadseregnyi közönséges zsoldost fogadhatnánk fel, és ez még csak egy kereskedő. Rá sem merek gondolni, mennyit kérnének egy hercegnőért. Amikor becsukta az ajtót, a hangok elhallgattak mögötte. Sir Boros Blunt őrködött a terem előtt a királyi testőrség hosszú, fehér palástjában és páncérjában. Gyors, kíváncsi pillantást vetett Nedre a szeme sarkából, de nem kérdezett semmit. Súlyosnak és nyomasztónak érezte a napot, miközben áthaladt a hídon a segítő tornyába. Eső közelettét érezte a levegőben. Ned örömmel fogadta volna. Talán egy cseppet kevésbé érezte volna tisztátalannak magát. Amikor felért a toronyszobába, magához hívatta William Poole-t. Az intéző azonnal megjelent. Értem, küldtél, segítő uram. Nem vagyok többé segítő, mondta neki Ned. A király és én veszekedtünk. Visszatérünk Deresbe. Azonnal megteszem a szükséges előkészületeket, uram. 2 hétre lesz szükségünk, hogy mindent utazásra kész állapotba hozzunk. Lehet, hogy nem lesz rá 2 hetünk. Lehet, hogy egy napunk sem lesz rá. A király említett valamit a fejemmel és egy karúval kapcsolatban. Ned összeráncolta a homlokát. Nem hitte igazán, hogy a király kezet emelne rá. Nem, Robert, nem. Most dühös, de amint Ned biztonságosan eltűnik a szeme elől, lehiggad, ahogy ez mindig is történt. Mindig? Hirtelen azon kapta magát, hogy Rhaegar Targaryenre gondol. Már 15 éve halott, de Robert épp úgy gyűlöli, mint valaha. Kényelmetlen gondolat volt, és ott volt az a másik ügy,
Catelyn és a törpe, amire Joren figyelmeztette előző éjjel. Az is nem sokára kiderül. Ez olyan biztos, minthogy fel kell a nap. És ha a királyban ilyen sötéten izzik a harag. Lehet, hogy Robertet egy fikartnyit sem érdekli Tyrion Lannister sorsa. De sértené a büszkeségét. És nem lehet tudni, a királyné mit tesz. Az lenne a legbiztonságosabb, ha azonnal elindulnék, mondta Poole-nak. Magammal viszem a lányaimat, és néhány katonát. A többiek utánam jöhetnek, ha elkészültek. Szólj Jorinak, de ne mondd el senki másnak. Ne tégy semmit, míg én és a lányok el nem mentünk. A kastély tele van szemekkel és fülekkel. Jobban örülnék, ha a terveim nem tudódnának ki. Ahogy parancsolod, uram. Miután elment, Eddard Stark odament az ablakhoz, és gondterhelten leült. Robert nem hagyott neki más választást. Meg kellene köszönnie neki. Jó volna visszatérni Deresbe. Soha nem is lett volna szabad eljönnie onnét. Ott várnak rá a fiai. Talán neki és Catelynnek új fia is születik, ha visszatér, hiszen még nem olyan öregek. Emellett mostanában gyakran azon kapta magát, hogy hóról álmodozik, és a farkaserdő mély, éjszakai csendjéről. Ugyanakkor a távozás gondolata is dühítette. Még annyi elvégezetlen dolog volt. Ha felügyelet nélkül maradnak, Robert és gyávákból, meg hízelgőkből álló tanács a koldusbotra juttatják a királyságot, vagy, ami még rosszabb, eladják a Lannistereknek az adósságaik fejében. Az igazságot sem derítette ki Jon Arryn halálával kapcsolatban. Talált ugyan néhány darabkát, ami elég volt hozzá, hogy meggyőzze, Jont valóban megölték. Ez azonban nem volt több egy lábnyomnál az erdei talajon. Magát az állatot nem látta meg, de érezte, hogy ott ólálkodik rejtőzködve, alattomosan. Hirtelen eszébe jutott, hogy a tengeren át is visszatérhet Deresbe. Ned nem volt tengerész, és normális körülmények között a királyi utat választotta volna, de ha hajóval utazik, megállhat Sárkánykőnél, és beszélhet Stannis Baratheonnal. Pisel korábban elküldött egy hollót a vízen át Ned udvarias levelével, amelyben arra kérte Lord Stanist, hogy térjen vissza, és foglalja el a helyét a kis tanácsban. Eddig nem érkezett válasz, de a hallgatás csak még inkább felébresztette a gyanúját. Lord Stannis részese volt a titoknak, amelyért Jon Arryn az életével fizetett. Ebben bizonyos volt. Nagyon könnyen lehet, hogy az igazság a Targaryen ház ősi szigeti erődjében vár rá. És ha megtudod, mi lesz? Vannak titkok, amelyek jobb, ha rejtve maradnak. Vannak titkok, amelyeket túl veszélyes megosztani másokkal, még azokkal is, akiket szeretsz, akikben bízol. Ned előhúzta az övén lógó hüvelyéből a tört, amit Catelyn hozott neki. Az ördög fiúk a tőre. Miért akarná a törpe megölni Brandt? Nyilván azért, hogy elhallgattassa. Újabb titok vagy, csupán ugyanannak a hálónak egy másik szála. Vajon Robert is a részese? Nem gondolta, de régebben azt sem gondolta volna, hogy Robert egyszer asszonyok és gyermekek meggyilkolására ad parancsot. Catelyn megpróbálta figyelmeztetni. Ismered Robertet, az embert? Mondta neki az asszony. A király azonban idegen számodra. Minél előbb hagyja itt királyvárat, annál jobb. Ha indul holnap reggel hajó észak felé, jó lenne a fedélzetén lenni. Megint magához hívatta Véjon Poole-t, és elküldte a kikötőbe, hogy csendben, de gyorsan nézzen körül. Keres nekem egy gyors hajót egy tapasztalt kapitánnyal, mondta az intézőnek. Nem érdekel a kabinok mérete vagy a berendezés minősége. A lényeg, hogy sebes járatú és biztonságos legyen.
azonnal indulni akarok. Alig ment el Poole, amikor Tomár látogatót jelentett. Lord Beale is szeretne beszélni veled, uram. Ned már azon volt, hogy elküldi, de meggondolta magát. Még nem volt szabad, s amíg ez a helyzet, az ő játékukat kell játszania. Vezest be, Tom. Lord Petér úgy ballagott a szobába, mintha semmi sem történt volna aznap reggel. Hasított tej és ezüst színű bársony mellény, és fekete zsinórral szegélyezett, szürke sejem palást volt rajta, arcán pedig a megszokott gúnyos mosoly. Ned hidegen köszöntötte. Megtudhatnám látogatásod okát, Lord Beale is. Nem tartalak fel sokáig. Éppen Lady Tandalhoz indultam vacsorára. Orsó halpástétom, és roston sült szopós malac lesz. Azt fontolgatja, hogy hozzám adja az ifjabbik lányát, ezért az asztala mindig lenyűgöző. Az igazat megvalva, még a malacot is szívesebben venném el, de ezt ne mondd el neki. Rettenetesen szeretem az orsó halpástétomot. A világért sem szeretnélek távol tartani az angolnáitól, uram, mondta neki Ned jeges megvetéssel. Pillanatnyilag senki sem jut eszembe, akinek a társaságára kevésbé vágynék, mint a tiédre. Ó, biztos vagyok benne, hogy ha tényleg elgondolkodnál, fel tudnál sorolni néhány nevet. Például Variszt, Cerseit, vagy Robertet. Ő felsége igencsak dühös rád. Még sokáig beszélt rólad, miután ma reggel faképnél hagytál bennünket. Az arcátlanság és a hálátlanság szavak sokszor előfordultak a beszédében, ha jól emlékszem. Ned nem méltatta válaszra. Székkel sem kínálta vendégét, de kis új ezért helyet foglalt. Miután kiviharzottál a teremből, rám maradt, hogy meggyőzzem őket. Ne béreljék fel az arc nélküli embereket, folytatta vidáman. Ehelyett Varys csendben elterjeszti, hogy lordot csinálunk bárkiből, aki elintézi a Targaryen lányt. Ned viszolygott tőlük. Tehát most már címeket osztogatunk a gyilkosoknak. Kis új vállat vont. A címek olcsók, az arc nélküli emberek drágák. Az igazat megvalva, én sokkal többet segítettem a Targaryen lányon, mint te a szónoklatoddal a becsületről. Hadd próbálja megölni egy, a nemesség látomásától megrészegült zsoldos. Minden valószínűség szerint el fogja fuserálni, s attól kezdve a dotrakig őrizni fogják. Ha egy arc nélküli embert küldenénk utána, már le is írhatnánk. Ned rámerett. Ott ülsz a tanácsban, és csúnya asszonyokról, meg acélcsókokról beszélsz. Most pedig azt várod tőlem, hogy higgyem el, csak meg akartad védeni a lányt. Hát mekkora bolondnak nézel te engem? Nos, valójában meglehetősen nagynak, nevetett kisúj. Mindig ilyen szórakoztatónak találod a gyilkosságot, Lord Beale is. Nem a gyilkosságot találom szórakoztatónak, Lord Stark, hanem téged. Úgy uralkodsz, mint aki olvadó jégen táncol. Biztos vagyok benne, hogy nemes csobbanást fogsz produkálni. Azt hiszem, ma reggel hallottam az első repedést. Az elsőt és az utolsót, mondta Ned. Végeztem a hivatalommal. Mikor kívánsz visszatérni Deresbe, uram? Amint tudok. Mi között hozzá? Semmi. De ha esetleg még mindig itt lennél ma este, örömmel elvinnélek abba a bordéba, amelyet az embered, Jory, olyan eredménytelenül keres. Késúly elmosolyodott. Még Lady Catelynnek sem fogom elmondani.